Ma volt az zenekari meeting, mindenki beteg, mindenki beteg. Tényleg? Aha. Sziasztok! Ebben az epizódban megmutatom, hogy milyen egy napom a táncos turnéra való felkészülésben. Sűrű a program, mert a reggeli pilates óra után most épp tánckorepetíción vagyok Krisztivel. Abszolút balett alapokra helyeződik a kortárs tánc tréningem. Erősítünk, nyújtunk, testsúlyát helyezést gyakorolunk, és megpróbálok neki segíteni abban, hogy hogyan tudjon otthonosan mozogni a színpadon. Megtanulunk járni, futni a színpadon. Nekem a legnagyobb nehézség a tánckorepeken az, hogy mondjuk nem vagyok táncos, és soha életemben nem táncoltam. Inkább egy tesiből felmentett voltam világéletemben, úgyhogy nekem az, hogy mozgás van az életemben, az egy nagyon-nagyon új dolog, és szeretném jól csinálni, úgyhogy a nem létező izomzatomat így újra építjük most, és megpróbáljuk felébreszteni a testemet. Vikinek van egy nagyon laza stílusa, és egy laza testtartása ehhez, és a legtöbbet a testtartásán kell dolgoznunk, és azon, hogy hogyan tud elegáns lenni a színpadon. Fáj a derekam, fáj a lábam, fáj a karom, fárasztó, de egyébként a mozgás öröme meg annyira felszabadító, hogy energetizál, úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy kezdjetek el mozogni. Vikivel a közös munka nagyon inspiráló. Egyrészt azért, mert nagyon alázatos. Nagyon-nagyon szeretem benne, hogy mindenre nyitott, mindenre vevő, és nagyon-nagyon-nagyon sokat dolgozik. Krisztivel a munka zseniális, nagyon-nagyon szeretem. Nagyon-nagyon jó személyisége van, az összes órán nagyon sokat nevetünk, mindenre odafigyel, hagy időt, és látszik is a fejlődés, úgyhogy nagyon-nagyon jó vele, nagyon-nagyon szeretem őt. Tegnap voltam Szegeden, újra felvettük a fonalat a szegedi kortárs balettosokkal, és hát egy kicsit betoltam, hogy fogok én majd ennyi táncmozdulat, meg ugrálás, meg futás közben énekelni. Most megyünk Zsófihoz. Hát én hangkósnak hívom, igazából ezt ő tudja jobban megfogalmazni, hogy mivel foglalkozik. A testemet próbáljuk minél jobban felszabadítani. Remélhetőleg, mire eljutunk odáig, hogy színpadra visszük ezt az egész darabot, addigra ne az legyen, hogy így fulladozom a dalok között, meg miközben ugrálok, meg táncolok, hanem tényleg ez a világ legtermészetesebb és legkönnyedebb dolga legyen. Én azt gondolom, hogy a hang megadja, hogy ki vagy, és hogyha a hangod nem a teljes valóságában szól, tehát nem ott, ahol egyetlen egy hely van minden embernél, ahol a hangja teljesen tisztán és szabadon szól, az belőle jön. Amiket az ember mintákat meg feszkókat bepakolászik ide a testébe, ide a nyakába, azok ott vannak. És amíg a test alulról nem kezd el megnyugodni, és azt a munkát nem végzi el, amit helyette a nyakban megcsinál, tehát azok az izommunkák, amik itt megtörténnek, azokat én folyamatosan oldom, de helyette, hogy a hangnak a funkciója, tehát a légzés szabadsága megvalósuljon, ehhez egy borzasztó erős törzsizomzata van szükség, amit elbagatelizálunk, pedig nagyon komoly jelentősége van ennek. De amikor rengeteg koncert van, akkor borzasztó fontos beiktatni annyi pihenést, amennyit csak tud. De igazából én azt mondom, hogy a minőségem van a hangsúly. Most újra úton vagyunk, a nyaki masszírozások után még volt egy kis beéneklés a Zsófinál, és kaptam egy-két tanácsot útravalóként, most pedig megyünk tovább forgatni a Best of Balatonhoz. Szeretem ezt a hetet, mert még mindig augusztus van, még mindig tart egy kicsit a nyár, és holnap lesz egy dalszövegíró sessionünk, utána fogunk próbálni a Kobucis koncertünkre, majd szülnapra fogok menni, csütörtökön lesz az atlétikai VB-nek a főpróbája, előtte jogázok, pilatesre megyek, és tánckorepetícióra, pénteken lesz a Kobucis koncertünk, ami előtt még elmegyek Márkhoz, aki megcsinálja a hajamat, nagyon-nagyon izgi lesz, nagyon várom már. Szombaton pedig lesz az atlétikai VB, amin fel fogunk lépni, és utána pedig szorítsatok, hogy odaérjünk Karcagra, és augusztus 20-a lesz vasárnap, és mi Sopronban fogunk játszani. És utána már vége is van a hétnek. Azt hiszem, ide bent jó ez így. Azt hiszem,